Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a 7 Days to Die Alpha 15.2 114. epizódja. Ez itt a 112. nap, éjszaka a horda várható, viszont még van egy csomó időnk. Úgyhogy szeretnék megnézni egymást. Kaptam egy furcsa információt, illetve láttam egy furcsa dolgot. Nem tudom, hogy valóságos-e vagy sem, de mivel még éppen van annyi időnk, hogy megnézzük, ezért úgy gondoltam, hogy miért is ne tennénk ezt meg. Alká, mit vigyek magammal? Jó, vigyem magammal az alkát. Nem akarom lelőni a poént, mert lehet, hogy nem jön be a dolog. De mivel így is úgy is szükségem van elektromos alkatrészre, ezért visszatérünk a régi bázisunkra. Emlékeztek rá oda, ahol először megszálltunk, abba a katonai silóba, és megnézzük, hogy ténylegesen megtalálható-e ott az a dolog, amit én keresek. Többet nem akarok elárulni, ott találkozunk. Na, megérkeztünk. Egy kis laggal. Úgy látszik, ezt a helyet még mindig nagyon szeretik a zombik. Úgyhogy takarítunk egy kicsit. Csak hogy nyugodtan elférjünk tőlük. Jézus, de hangos volt minden. Úgyis. Oké. Remélhetőleg tényleg itt lesz az, amit keresek. Igazából ez... Ó, katonai zombi. Yes! Hello! Wow! Na. Jeez. Úgy látszik, ide érdemes visszajönni minden egyes alkalommal. Pláne, ha még van is náluk valami. Ó, de még mennyi. Ó, de még mennyi. Nagyon jó. Ó-ho-ho. Van itt loot, gyerekek. Van itt loot. Na meg a zombi is. Na mindegy. Megkeressük azt a dolgot, amit... láttam. Az igen, majdnem egy teljes felszerelés. Igazából nem árulok el nagy titkot szerintem. Az igen. Ha megmondom, hogy egy titkos ajtót keresünk. És nem is tudom, kinek a videójában láttam én azt már. Megmondom őszintén. De csak most jutott eszembe, hogy ez egy létező dolog. És hogy nem is néztük meg, nem is csekkoltuk le. Úgyhogy ezt most gyorsan meg is tesszük. Remélhetőleg most már hagynak nekünk egy kis békét. Plusz ugye szükségünk van elektromos alkatrészre, úgyhogy... egy win-win szituáció... Oh, fuck you! Ez egy win-win szituáció. Ezt nem akartam. Se hopp. Lejjebb megyünk még, mielőtt még többen akarnak beszólni nekünk. Először nézzük a titkos ajtót. Illetve a titkos járatot inkább, hogy utána szétszedjük az elektromos alkatrészekére berendezést. Jaj, nagyon jól leestem. Ugye legutóbb nem olyan régen jártunk még itt, úgyhogy egyelőre. Hát most már véglegesen üresek ugye a dolgok, mert nincs spam. Ó, oh. Kivéve, amit nem néztünk meg. Aló, ever a seed. Most már van otthon, úgyhogy nincs rá szükség. Ez ugye a... parkoló volt. Elnézést, még meg kell keresnem, mert nem igazán vagyok hozzászokva ehhez a részhez. Egyébként a konyhát keressük. Csak hogy tudjátok mondani, hogy Ronin, rossz felé fordultál! Merre volt? Borzalmasan tájékozódom, kérem szépen. Olé. Merre volt? A lakókörletes részt keresem egyébként.
Itt jöttem az előbb is, jól van. Bakker. Lejjebb? Valószínűleg lejjebb. Ez már üres. Ezúttal már véglegesen üres. Egyébként alig várom már a sleeper zombikat. Valószínűleg ez a hely tele lesz velük. Ezt a múltkor kifelejtettük, mikor visszajöttünk. El is most jutott eszembe egyébként, nem olyan régen. Az igen! Oké. Ezt visszük. Jó. Mennyi szétszedni való. Uhú. Ez a hang, ez egészen lentről jön szerintem. Ne aggódjatok, hordának elején, horda éjjel elején még hazaérünk. Van időnk. Na végre, itt vagyunk. Mi legutóbb ezt is teljesen kihagytuk. Azért nem is jutott eszembe valószínűleg, mikor itt jártunk. Hogy ez egy létező dolog. Oké. Oops. Wrong way. Azt mondja, hogy meg kell keresni a konyhát. Mennyi dolgot itt hagytunk? Úristen. És ha minden igaz, akkor ott lesz majd. Polcok mögött. Na, jó. Kezdjük azzal, most már nekem is vizsgálja a csőröm. Elméletileg, ha ezt itt... Hát, ó, nem. De, itt van. Jól van. Jól emlékeztem. Nem tudom, tudtátok-e ezt. Nekem csak nemrég jutott eszembe. Azt mondja, hogy ez hova is visz? Ez visz, kérlek szépen a... ide. Volt egy bookshelf, ugye? Szerintem fantasztikus kis izé ez, rejtett lejárat. És akkor ugye innen jöttünk be. Lefele megyünk, akkor pedig... Azt hiszem, hogy azért ne lyukadunk ki. Igen, az ágyaknál. Úgyhogy ja, ez egy kis rejtett út. Úgyhogy nem tudom, tudtátok-e? Ha nem tudtátok, akkor most megmutattam. Eszembe volt egy csomó ideig. De aztán valamilyen idióta okból, ahogy csak szoktam, ugye ez kiment a fejemből. Úgyhogy tessék, van egy kis rejtett átjáró itt a katonai bázison. Hát sorry, ez most így jutott eszembe. Na, ja. Folytassuk akkor a kis mini loot rununkat. Ó, már megint. Oké. Egy szem víz. Még egy szem víz, jó van. Húsi. Na jó. A húsra nincsen szükség. És ez is megvan. Ez itt megvolt. Sem wayfood. Már nem kell. Most tudom miért van nálam, valószínűleg csak R-betűt nyomtam a zombinál. Miszó. Ezt még egy ideig elvihetjük magunkkal. Jó. Mondtam, rigulusan nézem mostanság a szemetes zacsikat is. Hát, ha droppol a macsete. De hát látjátok. Látjátok, hogy nem jár nekem. Itt flash sem kell. Jó. Sehol semmi érdemleges. Jó van, gyönyörű. A félrekattintások császára ismét működésbe lépett. Scrap, thank you. Egy kis víz.
Ott van egy csomó igazából, úgyhogy... nincs rá szükség. Ez is megvan. Megvan a rejtett ajtó. Ide ment is megnéztük mindent. Na! Szétszedek még néhány elektronikus cuccot, szerintem ezt nem fogom fölvenni. Aztán majd a horda éjjel találkozunk. Na, hoppácska! Érkezik a karácsonyi csomag. Úgyhogy ezt fölvesszük. Sőt, meg is érkezett. Nice, nice. Még katonai zombi valahol? Sehol. Jó, akkor gyerünk az airdropért. Hát szétszedtem egy csomó elektronikus technológiai berendezést. Az úgy körülbelül 150 elektromos alkatrészt tudtam belőle összekalapozni, úgyhogy nem rossz, nem rossz. Szerintem elég lesz a lámpákhoz, amiket ugye még szeretnék felszerelni a bázisom köré. És szeretnék a ketrecre is szerelni lámpát, feltéve ha beválik. Mármint maga a ketrec. Azt mondom, ez pont a partra érkezik. Nagyszerű. Sose legyen ennél rosszabb airdropunk. Ez szuper. Lassan hozzá kell szoktatnom magam a tudathoz, hogy nem lesz megjelölve a kompasszen kis iránytűnkön az airdrop. Úgyhogy... nem fogunk túl sokhoz hozzájutni. Viszont... lehet, hogy kicsit sűrűbbre fogom állítani. Bárki tudja, ez még majd elválik. Ah, abszolút shit. Oké. Okay. Ez crappy. Crappy van. Úgyse volt tele az életerőm, és szeretném felhúzni a first aid-et, illetve a... miért felejtem ennyi? Science-t, na. Úgyhogy használni kell ilyen dolgokat minél többet. Nem szoktam egyébként first aid kitet elnyomni, hogyha nem muszáj. Úgyhogy azért nem fejlődik olyan gyorsan egyébként nekem ez a skillem. Érdekes egyébként, hogy mennyi ilyen rejtett kis zugot tesznek mostanság a játékban a Seven Days to Die tervezői. Mondjuk egyáltalán nem bánom, de szerintem ezeket csak véletlenül lehet megtalálni. Mondom, én sem tudtam róla, még nem láttam a videóját annak az illetőnek, de meg nem mondom ki. Lehet, hogy KJ volt, de nem vagyok benne biztos. Jaj, úgy látszik itt valaki kitermelt egy kis agyagot. El kéne már tüntetni innen ezt a dombot is. Na de hogyan? Ez az autó, ez mindig itt volt? Na, kura. No. Olé, megjöttünk. Na, itthon még széthányom a lootot, meg fölkészülök a hordára, és akkor este találkozunk. No, gyerekek, lassan idő van. Úgyhogy felszerelkeztem. Szerintem mindent kiraktam, amire nem lesz szükségem, remélem. Magamhoz vettem még a magnumot, hátha. És miért van ilyen kevés FPS számom? Valószínűleg a sok lámpa miatt. Apropó lámpa, gyorsan befejeztem a bázisomat tulajdonképpen. Felszereltem mindenhova körbe a lámpákat, úgyhogy most már mindenhol világít. Sőt, mint láthatjátok, a kis beton panteonunknak is megadtam a kellő díszkivilágítást. Megszereltem néhány falat, egy kicsit tartok attól, hogy nem fogják támadni a betonpanteont, noha én benn leszek. És miközben raktam fel a lámpákat, egy egészen ügyes dolgot fedeztem föl, lassan a zombik lebontják helyettünk a hegyet. Úgyhogy nem kell vele foglalkozni. És mint láthatjátok, itt egy kicsit megrákcsáltak a falat, úgyhogy lehet, hogy sikerült valamelyiknek átugrani a dombokról? Nem tudom. Remélem ez most már nem fog előfordulni. Na meg attól tartok, hogy amíg én benn leszek a betonpanteonban, addig elkezdik rágni a hátsó ajtót. Egyébként közben újra vetettem, csak a szokásos, tehát semmi olyasmiről nem maradhatok le, amire még nem volt példa. Magamhoz vettem a szögbelövőt, egy kis betont szerelési célzattal, és mint láthatjátok, hogy gyártottam egy kevés pipe bombot, hát hogyha esetleg rám gyűlne a baj. Kicsit izgulok, mert ez még egy kipróbálatlan dolog, és annyira olyan szinten kipróbálatlan, hogy még csak úgy magamtól sem próbáltam ki, se kreatív, se semmilyen módba, úgyhogy, ja, sounds fun. Beraktam, ez itt ég, jól van, ez beolvad, mire elkészül a, mire véget ér a horda, szerintem elegek leszek így. Lőszer van nálam, azt hiszem eszek még egyet, még mielőtt elindul a parti. Jó,
Megurítunk rá, nem gurítunk rá egy teát, mert tele vagyunk. Jó, hát akkor másszunk be a Pantheonba, itt becsukok mindent. Oké. Remélhetőleg nem lesz semmi másra szükségem. A Pantheon készen áll. Én készen állok. Nem állok készen. kezdődik a vihar. Ezt én itt... Igen, végül is így is jó. Ezt a kevés woodframe-et magamnál tartom, hát ha esetleg innen majd ki kell ugrani. Ugye számolok avval az esetőséggel, hogy itt esetleg lerobban a létrának az alsó 2-3 foka. Így nálam marad ez a kevés. Hú, a kurva életbe de klaustrofób. Ujjjj. Lesznek bajok. Na mindegy. Hát remélhetőleg megúsztuk épbőre. Ha nem, akkor így jártam. Az igazság az, hogy ha meg is halok itt, a táskám ugye nagyjából biztonságban lesz, ha csak nem törik szét. Sok mindent nem veszíthetek ki, és tudok újra gyártani, magnumon van bent egy fél. Az alkát azt sajnálnám, de shotgunt azt tudok összerakni. Szögbelövő, végül is eladtam a másikat, úgyhogy igazából csak néhány alkatrész van otthon. De úgy nagyjából nem vészes, hogyha itt marad be minden. Az a baj, hogy oda bent nincsen elég fegyverem, tehát... Kisgép puska van még talán, mondjuk mesterlövész puska, meg rakétavető az van még. Úgyhogy azzal még el tudok boldogulni. Tény és való, mocskosul klaustrofób, úgyhogy... ja, mindenképpen ajánlott nagyobbat készíteni ebből, mint ez. Majdnem ki tudok nyúlni a frame-ért. Tehát ez tényleg a legminimálisabb, és most ugrik a majdnem vízbe, hogy vajon használható-e hordanapra ez egyáltalán. Úgyhogy, izgulok. Próba dobást kéne ejteni, hogy ezt vajon ki tudom-e oda dobni. Hoppá, shit. Na majd, hogyha jönnek. Úgyis mindjárt jönnek a srácok, úgyhogy na, kezdjünk bele. Próbálok nem sokat beszélni, mert úgyse fogjuk egymást hallani. Gyorsan hidratálódok. Egészségetekre. Na hajrá. Indulhat a buli. Jéhá! De rég izgultam ennyire. Yes? Wow! Hello, Blocky! Jó, a kutya sem tud bejönni. Szó szerint. Hello, stok! Fiúk, lányok! De rég láttam titeket. Teszt! Meg tudnak-e ütni rácson keresztül? Meg! Úgyhogy ne álljatok a rácshoz közel. Oh my god, nem kicsit! Wow! Hűha! Hűha! Fallen Soldiernél volt egy darab nyilvesz. Wow! Heavy loot. Bemászni nem tudnak, megütni igen, úgyhogy ne álljatok közel a rákhoz, maradjatok nagyjából a közepén. Oké. A loot az mindenféleképpen több lesz. Láthatjátok, hogy nagyon szépen ki lehet nyúlni. Okay. Wow, egy egész láncfűrész. Oké, oké, oké. Ütik, de bírja. Bírja a ketrec. Egyelőre minden rendben van. Jesus Christ, egy egész láncfűrész. Most csinálunk egy kis helyet. Shit, nem csinálunk több helyet. Na ott a rendőr! Mindjárt jön a próba. Vajon fölrobbantja magát. Oké. Egyelőre jó a ketrec. Nagyon nem szabad a széléhez állni, az az igazság. Ajaj. Egy kicsit megsérültünk tőle, ez tény. De a zombik is. Hallom, hogy köp a zombi. Na. Robbansz, robbansz, tesó. Látjátok? Takarásban volt a feje, és nem sérültünk tőle. 2 méterre álltunk tőle, és nem sérültünk. Úgyhogy szuperül működik. Nice, nice. Random, láttad ezt? Remélem láttad. Örülök, hogy ez így működik.
Nice, nice. Nagyon jó. Happy! I'm so happy! Működik a ketrecünk, gyerekek. Minimális kivitelben is működik a ketrec. Köszönet randoméknak, mert ez az ő alapötletük, úgyhogy ez nem az én ötletem, ez az övéké. És tökéletesen működik ilyen apró kivitelben is. Úgyhogy kettő, azaz 2000 darab cement mixből tökéletes védelmet lehet alkotni. Nagyon jó. Srácok, ezt összehoztuk. Faszák vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Kicsit funky, mert nem szabad közel állni a kerítéshez, de egyébként tökéletesen működik. Nagyon király. De boldog vagyok. Na. I'm so happy. Azt a sok hulladékot... Látjátok? Itt rappol mindenki, de a ketrec bírja, és lehet szerelni, és nem tudnak megütni, és 2000 darab cement mixből hoztuk össze. Nagyon jó. Nagyon jó. És lootolni is lehet. Kicsit klaustrofób, ennyi a hibája tulajdonképpen igazából. Ha hibának lehet venni. Jaj! Meg hogy be tudnak ütni. De valószínűleg mi se tudnánk kilőni, ha ők nem tudnának beütni. Hey, hol nem? Gyere vissza! Au, au, au! Fuck! Na, no, ered már el! Nincs helyem? Már megint nincs helyem. Jézus, oké. Okay. Erre van a drop off chest. A létra sem sérült, úgyhogy igazából minden oké. Okay. Ez nem is kell. Scrap, 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 scrap. Jó. Az is megy föl, az is megy föl. Erre nincs szükség. Egyelőre mehet minden föl. Potétozik. Nice! És visszatértünk. És mehet tovább a rakóval. Természetesen a zsarukat se hagyjuk érvényesülni. Mert... jó, náluk a loot! Hey! Azért az az egy sor tüske az kell, mert ugye lekaszálja a lábukat és így bedugják a fejüket az ablakon. Így ki lehet őket könnyebben lőni. Oké. Nagyon jó, nagyon jó. Örülök. Az is lú. Gyerekek, nagyon komoly. Oh, 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 oh. Mi az a sok építő hely? Komolyan. Bányász. Megint fölrobbant egy zsaru, ha jól láttam. Itt repültek a darabkái, de... nem tud beköpni a zsaru. Király. Ez érdekes mondjuk, hogy én ki tudok lőni, de nem tud beköpni. Oké, ez halott. Majd azért szét kell nézni rendesen, mert... Au! Ej, kiálltam a szélére. Kiálltunk a szélére. Ki is tudunk szúrni. Úgyhogy közelharci fegyverrel sem rossz. Csak nem szabad túl közel állni a széléhez. Be kell. Mennyi kell belépted öt? Yes! És térkép, van itt minden. Csak szét kell tighálni! Hey! Oh, oh, oh! Plusz jó ebben, hogy nem kell túl sokat szerelni majd, csak ezt a pár blokkot itt szemmagasságba. Jézus! Mi a gyászt fogok csinálni ennyi lúttal? Mire ezt elpakolom, az egy óra. Hello? Jó, visszaállunk szépen középre. Jó is, hogy itt van a létre, mert nem enged túlságosan hátrálni. Így... nem fogunk tudni neki menni a falnak. No, itt vagyok, csak közben volt egy telefon természetesen. Jó. Jesszunk, Pepe. Szereljünk egy kicsit. Hát gyerekek, meg kell, hogy mondjam.
ez jobban bírja, mint gondoltam. Bennem volt a para, rendesen. Au. De meglepően jó. Meglepően jó ez a kettet. Jaj, meg vagyok sérülve. Oh my god, mi lesz velem? Póló. Azt hiszem, dobok még egy droppot. Hiszen ráérünk, a ketrec tart tökéletesen. Ilyet a többi. Ú, katonai gatyó, nagyon jó. Te ott egy nem tudom mi vagy. Ott egy zsernyák. De nem szeretem ezt a kifejezést, hogy zsernyák, nem tudom miért ezt mondtam, sorry. Oké. Oké. Megperdült. Úgy gyerekek, remélem a hitboxal lesz valami kezdve, mert elég tré. Hopp. No! No! Azt hittem ledarálták az egész füstkét alóla. Jézus. Úristen! Ennyien vagytok! Na, csalunk! Wow! Két fe... Oh! Két fejlövésből. Egy fejlövésből. Nagyon jó! Nagyon jó! Ah. Még jó, hogy nincs több végtagod, még azt is lelőném rólad, basszus. De hogy a fejedet eltaláljam, az luxus. Egy izét a teréklövésbe halld bele. Wow! Tudjátok, mitől tartok? Hogy nincs itt egy Grand Ferrari. Ami azt jelentheti, hogy a bázisom másik oldalán vannak. Ami azt jelenti, hogy megszívtam. Nope. Éppen azon gondolkodtam, hogy van-e bármi küldetés, ami jó lett volna hordanapra, de nincsen. Csak a, azt hiszem egy speciális zombi is van, de üsse kavics. Uha. Problémák vannak. Droppolunk még egyet. Amma. Jézusom, mennyi nyavaja van. Mit fogok én kezdeni ennyi szutyokkal? Nem győzöm majd elhordani a izék kereskedőt. Ez mini bike chase-től kezdve, hogy a füléig minden van. Ó, oké, felállt. De hogy egy freaking macsetét nem vagytok képesek dobni! Ah. Még a katonai zombik se, de már annyi szett katonai ruhám van, nem tudom már hova pakolni. Ferálka. No, feráll. No, feráll. Magnum grip. Hoppá. Hoppá. Na. Jövő. Az vicces volt. Úgy dölt el, mint aki megunta a dolgot. Nem érdekes. Oké. Okay. Ó, ez pont jól is jön, köszönöm szépen. Nem kell. Nincs egy scrap. Ó, fölrobban még egy valami, vagy csak ide köpök? Ó, csak ide köpök. Jesus, shut up! Oh my god! Még így se győzöm a lootot, mert egymásnak a hulláit. Wow. Cseszik szét. Azt nézzétek, hogy leküzdötték ezt a pilárt. Most megpróbáljuk a rendőrt úgy túlélni, hogy nincs takarásba a fejem. Oké. Okay.
bleeding van. Jó. Nagyjából 2 méterre vagyunk tőle megint. Oh, shit. Ezt nem így akartam, de mindegy. Közben nézzük, hogy itt van-e valami, amit még nem lootoltunk. Oda még mennyire. Na, na, rendőr, gyerünk. Sérülj meg, fuss ide. Az a baj, hogy nem akarja magát megsemmisíteni. Na, gyerünk. Most próbálj. Gyerünk. Próbálj már fel. Na most jó. Körülbelül ennyire álltunk az előzőtől is. Ez fájt. Oké, tehát a fejtakarásos történet, ez stimmel. Viszont ha nincs takarásban a feje, akkor az fáj. Nézzük meg a ruhánkat, hogy mennyire sérültünk. Annyira nem vészes. Tehát, hogyha van már Iron Armorotok, akkor azt mondom, hogy simán túl lehet élni, hogyha egy kicsit kihátráltok. Ó, pont jól is jön, mert kapunk egy-két pofont. Jaj, az már halott volt. Jézus. Van még helyem? Fájni kell, mert már potyog a loot a földre így is. Pedig próbálok lootolni mindent. Nem tudok vele mit kezdeni, annyi van. Kéne még egy ember, aki lootol helyettem. Wow. Wow, ellőttem az összes alkát. Azt a kurva. Na jó. Na. Fuck you. Ez mi? Ezt a földet lőttem, vagy mi van? Valószínűleg egyébként a rendőrzombinak a teljes ereje az nem rajtunk csapódott le, mert azért takarásba volt a testének a nagy része, de a fejtakarásos történet az egészen biztosan él és stimmel most már. Tehát ez konfirmálva, ez működik ez a teória. Oké, okay, ez nagyon meghalt. Júj! Anyád. Basszol már. Nem kérek ennyi pofont. Ez a gond, mikor a fejét meg az oszlopba dugja, és úgy nem tudom kilőni. Még egy rendőr. Próbáljuk ki még egyszer a fejtakarást. Pont nem fogom tudni. Ja, azért elég durván belénk sebez, tehát azt kell mondjam, hogy igen, ez kellemetlen. És a Heavy Armor skillem az így pörög rendesen fölfelé. A ruhát nézzétek, azt a kurva, a pólót azt megcincáltam nagyon csúnyán. Azt nagyon csúnyán megcincáltam. Atya úristen! Jesus Christ! Chill down! Meghajnalodok? Oh my god! Oké. Ó. Oké. A Hunted az már véget ért, tehát véget ért az éjszaka, és véget ért a horda is. Úgy néz ki, hogy ez a ketrez gyerekek működik. Minimalizálva is működik, és a rendőrzombit is túl lehet élni benne. Úgyhogy, igen, hogyha kicsit kisebb szintű az ember, oh my god. Tehát, ha nincsen normális páncélja, tehát fém
armor nincs rajtunk, akkor valószínűleg halálos is lehet ez a történet. Tehát... nem most leállni, köcsög. Még van egy ferálunk. Oda kintről lecsapjuk. Hú! Na! De egyértelműen kivéthető a rendőrzombinak a robbanása. Jesszus! Mennyi szutyok! Atya úristen! Loot hegyek! Jeez, mi a gyászt fog kezdeni ennyi valamival? Azt a... Jézusom, Jézusom! Ó, letekerték róla a steelt, tehát... használódott a tüske rendesen. Oh my god! What the fuck? Jesszusom, mennyi szar. Hú, na jó van. Végül is túléltük, tehát igazából nem történt semmi tragikus. Loot az van, tehát van vagy kettő láda legalább fönt, ami félig tele, meg egy, ami még negyedik. Úristen, ennyi cutyak. Jesszus. Amire igazán kíváncsi vagyok, hogy vajon a bázisomat elkezdték-e rákcsálni a másik oldalt, úgyhogy átmegyek, körülnézek. Hú! Banyek! Itt egyelőre intactnek látszik az egész, tehát egybe vagyunk. Azt hiszem, egy kicsit itt igen megrágták az oldalát. De egyáltalán nem biztos, ez körülbelül annyi volt, amíg itt elvonult a horda felém. Vagy az a pár feráll, ami átsétált a tüskéken. Szerintem rendben vagyunk. Ez egy totálisan használható megoldás. Tehát abszolút jó. Ha nagyobb kivitelbe csináljátok, akkor valószínűleg abszolút nem is érzitek a rendőrzombit, hogyha hátrébb húzzotok. De mint láthattátok, a fejtakarásban taktika, vagyis elv az működik. Úgyhogy csak kicsit helyezkedni kell, és akkor minden okés. Hát ez jobban alakult, mint vártam. És gyorsabban is zajlott le, mint vártam. Kicsit rövidebbnek tűnt a horda, mint szokott lenni. Nem tudom, lehet, hogy ez csak nekem tűnt így, mert pörögtem és egyfolytában lootoltam közben. Azt mondja, hogy... azt hiszem, meg kell szerelnem ezt az egész hóbelebancot itt. Úristen, mennyi holmi... Egy full 600-as sniper volt az egyik katonai zombinál. Ami azért nem rossz. Van itt minden... Atya, úristen, jeez. Pisztoly. Mit kezdjek ennyi cuccal? Na jó. Azt hiszem, hogy... elpakolok és körbelútolok. Na, úgy látszik, csak nem akarnak lenyugodni a kedélyek. Valaki még itt röfög. Oldalt. Lehet, hogy kapunk egy kis utóhordát. A múltkor is kaptam egyet. Ah. A vége ideért, úgy látszik. Hey yo! What the fuck az? Néhány kellemetlenkedő alkat. Összeborzolják a szépen felújított... oh, wow! Üzémet, falamat. Mit kaptunk? Hazmat suit és piercings. Van egy két repedés most miattatok. Francesen belétek. Cseszegetitek az OCD-met? Az anyátok úristenit. Néznek. Egy kis repedés, na jó. Összeszedem a lootomat. Csak nem nyugszanak le, nézzétek. Jön még mindig arra fele. Ez valami, nem tudom mi ez. Folytatólagos horda vagy? Oh, az igen, hogy negyedik kattintásra sikerült csak lőnöm. Ez gyönyörű. Ugye nem az, amire én gondolok. Jaj, nem már, ezek benn vannak, bazd meg. Miért? Miért? Miért adta őket be a játék? What?
Pedig innen hallottam őket. Na jó, ez furcsa. Ez most már furcsába furcsánál. Hallottam itt bentről a zombikat. Jó, az biztos, hogy soha többet nem csinálok ekkora bázist. Rengeteg probléma van vele. Na mindegy. Fuck it. Na, csak hogy teljes legyen az összkép, hát így nagyjából ez a teljes loot. Amit scrappelni lehetett, azt scrappeltem, tehát az ilyen egyszemnyílfej, meg szögek, meg ilyen nyavaják, amiknek ugye semmi értelme. Úgyhogy ez mindegyik, tehát amit fönt kidobáltam a ládából, azokat is áthoztam ide. Úgyhogy láthatjátok, hogy körülbelül nagyjából erre számíthat, erre a káoszra számíthat az, aki él ezzel a kis ketreces megoldással. Vannak ennél persze sokkal hatékonyabbak, másabbak is. De ez szerintem egy olyan, amit bármelyik kezdő, vagy akár haladó játékos is végre tud hajtani. Mondom, 2000, durván 2000 konkrét mixből ez már oké, tehát ha van cement mixeretek, meg van baltá, vagy a csákányotok, akkor ezt már meg tudjátok csinálni. Az első kettő hordát egészen biztos túlélitek még vele, akkor is, ha csak számszeríjat, vagy kést, vagy bármit használtok. Az utána lévő hordákhoz pedig természetesen már kell a lőfegyver, mint ahogy azt én is használtam. Láthatjátok, rengeteg mindent kaptunk ebből, úgyhogy még egyszer nagy pacsi Mikeyéknak, randoméknak gyönyörűségesen kitalálták ezt a ketreces megoldást, és hát na, itt az eredménye, jó sok, és még ugye csomó loot el is veszett, amikor szétütötték egymás hulláját a zombik. A nagyobb ketresznek továbbá még az is lehet az előnye, hogy ugye több helyed van mozogni, tehát még jobban ki tudod kerülni a rendőr zombikat, és tudod vontatni a zombikat körbe-körbe a tüskéken keresztül, így nem fogják egymás hulláját rommá taposva tönkretenni a loototokat. Úgyhogy igazából ennyit sikerült durván összeszedni. Szerintem ez nem egy rossz, van itt minden teljes láncfűrésztől kezdve, tényleg a minibike chase-en keresztül minden van. Természetesen macsetét nem kaptam. Of course! Úgyhogy tényleg lassan kezdek lemondani róla. Na, ezeket még szépen összedolgozom, meg följavítom, meg eladogatom, hogy fejlődjenek a skilljeim. Hát eladogatom, félreteszem, amit el akarok adni. Aztán majd szerintem lesz megint egy-két kereskedő run. Azt majd valószínűleg kamerán kívül csak és kizárólag a tranzakciót fogom nektek mutatni, amikor majd eladom és veszem a dolgokat. Úgyhogy ja, valószínűleg ez lesz a következő. Öcsém, 600-as mesterlőszpuska. És az volt a vicc, hogy volt mellette még valami lila, azt hiszem pont egy rocket launcher. Na mindegy. Tehát majd akkor a következő epizódban valószínűleg ez lesz. Aztán még nem tudom, mit fogunk csinálni. Minden esetre ennyi fért bele a mai epizódba, srácok. Remélem, hogy élveztétek. Én nagyon. Dobjatok el lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részig pedig kitartást kívánok nektek. Sziasztok!